Rabbi úr, mi is a heti szakaszunk a héten? Eltelt egy hét, és kivonultunk Egyiptomból, és ennek köszönhetően elindultunk egy elég hosszú úton. Beselach, ez a, ennek a szidrának a címe, ami azt jelenti, hogy amikor elküldte. Mert hogy ez a kivonulás, ez bölcseink szerint nem véletlenül kapja ezt a különösen hangsúlyozott, hogy amikor elküldte, mert hogy a mi őseink azok nem mindannyian saját akaratukból hagyták el Egyiptomot, hanem kellett kifejezetten a fáraónak ez az erőteljes noszogatása, hogy ugyan menjenek már el. Fáraó megelégelte a 10 csapást, és úgy gondolta, hogy zsidók nélkül kicsit harmonikusabb lesz az élet. Kimentek a mi őseink, de nem volt azért teljes egyetértés közöttük, amit jól tükröz az a tény is, hogy a fáraó, aki menet közben meggondolta magát és üldözőbe vette a zsidó népnek a tagjait, amikor utoléri őket, akkor döbbenetes dolog történik, megosztottnak mutatkozik a zsidó közösség. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy harcolni kéne az egyiptomiakkal. Megint mások úgy vélik, hogy inkább talán meg kéne adniuk magukat, és vissza kellene fordulni. Van egy olyan csoport is, amelyik azt gondolja, hogy hát ilyenkor a legjobb imádkozni. Hiszen imádkozni tulajdonképpen mindig jó. És van egy kicsit szuicid hajlammal megvert csoport is, amelyik úgy gondolja, hogy vessék magukat a tengerbe. Nem adják meg magukat, de a méltóság teljes halált választják. Ez az a pillanat az egész zsidó történelemnek talán az egyik legösszesűrítettebb pillanata, amikor még Mózes is úgy gondolja, hogy az örökkévaló felé fordul. És ekkor az örökkévaló nem is annyira szeliden figyelmezteti Mózest arra, hogy ez se nem harcnak, se nem a természetesen az öngyilkosságnak, de még csak nem is az imádkozásnak az ideje, hanem egy dolgot kell tenniük, el kell indulni. Menni. Menni tovább, mert van egy isteni ígéret, és az isteni ígéretet Isten, ő már csak olyan megtartja, és emiatt minden más tevékenység az pótcselekvésnek, időhúzásnak számít. És vannak olyan pillanatok, amikor se a pótcselekvés, se az időhúzás, az nem egyszerűen csak nem hasznos, de kifejezetten káros is, induljanak el. A történetet tudjuk, a tenger vagy 2, vagy 12 felé válik, erről megosztanak a vélemények, és a mi őseink átmennek a tengeren, míg az egyiptomi hadsereg tagjainak nem pontosan ugyanez a sors jut osztály részül. Azt mondja a többek között a Lubavitchi Rebbe is, hogy akkor, hogyha egy zsidó ember a Sinai felé szegezi a tekintetét, a szónak nem feltétlenül fizikai, időnként inkább szellemi értelmében, akkor föl kell ismerni azt a pillanatot, amikor nincs más dolga, mint hogy menjen előre, és a többit azt az örökkévaló elrendezi körülötte. Rabbi úr, álljuk meg egy pillanatra, hisz nem mindenkinek világos, hogy mi is történt a Szinájhegyen, és mi is történik, amikor lélekbe legalábbis a Szinájhegy felé fordulunk, ha erről mondaná pár mondatot. A Szinájhegy ebben a szóhasználatban egyértelműen a tóraadásra és a kinyilatkoztatásra utal, amivel egy mondatot azért meg kell jegyeznünk ennek kapcsán, hogy erre nem tekinthetünk egy lezárt folyamatként. Tehát hiába van most 5776, és azt gondolhatnánk, hogy a túradás az egy olyan esemény, ami 2448-ban lezajlott. Nem. A túradás folyamatos. És ahhoz, hogy a túradás folyamatos lehessen, ahhoz van egy örök szinájunk, van egy örökké valónk, és kell lenni egy örök szándéknak, hogy a túradásnak, a jelenlegi zajló túradásnak mi is aktív részesei lehessünk. Csak fáraónk ne legyen. Hát tulajdonképpen a fáraó az nagyjából minden nemzedékben egy-egy új fáraó azért születik. De ezeket a fáraókat is meg kell próbálnunk szeretni, mert ezeknek a fáraóknak köszönhetően sokáig néha nehéz helyzetben, néha egészen tragikus helyzetben, de a mi őseink azok megmutatták, hogy valójában nem a fáraók uralják ezt a világot, hanem az örökkévaló.